egyébként csalódtam bennetek, mert... Miért? Mert hát galus vagy legalább valaki vágja volna be azt a tímekes zsákolást, senkinek nem a kedvence. Melyiket? Miért? Jó, oké. Miről beszélgetünk? A közönséget is megszavaztattuk a Facebookon egyébként. Majd mondjátok el nekem is. A közönség kedvenc zsákolása viszont 1999. március 23-án volt. Nagyon sok lájkot kapott a Facebookon, ezért kénytelenek vagyunk megmutatni a közönségdíjas zsákolást, tehát a Leap-díjén. Köszönjük szépen, hogy Facebookon ennyien szavaztatok. Hát, na, melyik lesz ez? Én nem értem, hogy miről beszéltél le. Nézzük meg. Na most melyik lesz ez? Na melyik? Finally stolen by Toronto. Tracy McGrady. McGrady on the run. McGrady down the lane. He tucked it with the right hand. Oh my! Went right over the top of Cornell David. What a 20-year-old performance, huh? And the Raptors pick it up. McGrady moves inside and just hammers one. They both have not done a good job of stopping the basketball. A couple possessions in a... És egyből néztem a kispad felé. Hát ott az arcok azért saját csapattársai morccal, azért ezt meg kellett nézni. Ezután mennyivel cseréltek le egyébként? Nem tudom. Sérve? Nem, maradtam. Van egy... Úgy kell csinálni, mint ami sem történt volna ilyenkor. Ezt nem tudom, tudod-e, hogy ez a zsákolás abban a hónapban megkapta a Slam magazinban a hónap zsákolását, és írtak egy glosszát róla. Dávid Cornél a palánk alatt állt, és arra gondolt, hogy még egy kérdést kap a Gulyásról, akkor elküldi a bírót, az újságbírót a nem tudom, hogy megkérdezték valami őrült magyar, vagy Matt Hungarian, azt mondja, hogy ma jutatok nektek egy őrült magyar, csak rakjatok be a kezdőtösbe. És ahogy így gondolkodott, a csendre lett figyelmes, és akkor meglátta Tracy McGrady-t. Zseniális ilyen kis glossza lett belőle. Egyébként ezt valahol megbeszéltétek McGrady-vel, hogy itt mi történt? Nem beszéltük meg, azért McGrady átzsákolt jó pár embert, én csak egy voltam a sok közül, de hát azt azért nem fogom elfejteni. De most írtál neki, ahogy szoktál most Twitteren, mert az állat. Ja, ahogy szoktam? Igen, hát írtál neki, hogy hello, mert azért még itt vagyok. Jó, megbeszéltétek meg? Nem. Hát mi megbeszéltük. And I saluted. I remember, let me see. Wow. I'm sorry, Cornell. I'm actually gonna show you the video too. I want you to take a look at the video. I just saw that. I just saw that at the Legends brunch. Oh, you did? They played at the Legends yes. brunch. Let's see if it plays. I don't know. What do you remember about Cornell David while this thing? Well, here it is. Do you remember his game? Yeah. No, I remember him trying to get the hell out of the way, but it was too late because a young 19-year-old was just coming down the court into the lane and just took flight. And it was just that moment when he realized he was in a bad place. So for aspiring players in Hungary, that's kind of like a don't let this happen to you. Listen, it happens to a lot of us in the NBA. You're playing against the best players in the world. It just can't happen consistently. Hogy mondtad, Kornél? Hát csak annyit mondtam, hogy az remélem mindenki az utolsó mondatra fókuszált. Nem ezt mondtad, mit mondtál? Thank you! Thank you! Megvédett azért. Hát nem hiába voltunk Torontóban, és olyan nehéz volt heteken keresztül magunkban tartani ezt. Egyébként, amiről viszont még soha nem beszéltünk. Emlékszel-e, hogy hány dupla-duplád volt az NBA-ben? Hát... olyan sok nem volt, hogy ne emlékeznék, de nem tudom pontosan. Kettő. Két dupla-dupla. Ezen a meccsen volt az egyik. 12 pont, 11 lepattanó. Úgyhogy azért viszont le a kalap, hogy egy ilyen után... Szerintem ez egy fél lepattanónak jó, nem? Tehát, hogy ráülnek és... Hogy rásztad le magadról? Egy perc alatt ment? Vagy nem, pár nem, percig nem. Benned? Hát amint Baska, te is mondta, egyből fölpattantam. Tehát nem mentálisan se foglalkoztam vele, amikor beértem az öltözőbe, kinéztem a padra, ugye ezt előbb mondtam, aztán utána az öltözőbe ott azért egy-ketten úgy megjegyezték, hogy mit éreztem aztán, amikor visszanéztem, sokkal rosszabbnak tűnt egyébként, amikor visszanéz az ember, mint amikor átéli. Tehát amikor átél, éreztem, hogy repül, aztán rossz volt a rossz helyen. Mondta ő is. Ez ilyen.